miért tartjuk ezt a sajtótájékoztatót. Elsősorban a tisztázás és a felvilágosítás a célunk, mivel a földtörvény megszületett június 21-én, tragikus körülmények között, és azóta is olyan folyamatok indultak el, amivel szemben nekünk folyamatosan felvilágosító munkát kell végeznünk. Kormányzati propaganda ugyanúgy szünet nélkül folyik. Idézném legutóbb ma reggel Fazekas Sándor miniszter urat, aki azt mondta, hogy a törvény megszületését széleskörű társadalmi vita előzte meg, több mint 200 civil szervezettel egyeztettek, és az ő javaslatokat beépítették a törvénybe. Hát aki jelen volt ezen a folyamaton a civilek részéről, azt tudja, hogy ebből egy szó sem igaz. Ezt most nem is részletezném. A következő jelenség az Ángyál Józsefet ér folyamatos támadások, hazugságok. Ezekre is választ kell adnunk. Meg kell jegyezzem, hogy a médiában megindult a történelmi hamisítás, tehát a június 21-i eseményeknek a sajátos interpretációja. Ezzel ellen is föl kell lépnünk, az igazságot folyamatosan hangoztatva, mert nem lehet hazugsággal hinteni a közvéleményt. Az emberek kíváncsiak, természetesen kíváncsiak, és erre választ kell adni, és erre nem a politológusok spekulációjának kell választ adni, hanem a valóságnak, illetve az érintetteknek, és egyúttal innen üzenjük a sajtó képviselőinek, hogy amikor Ángyál Józsefről vagy rólunk nyilatkoznak, vagy megnyilatkoztatnak közéleti személyiségeket, akkor legyenek szívesek a hallgatassék meg a másik fél ősi elvét érvényesíteni, mert ezt az utóbbi napokban nem tapasztaltunk egyszer sem. Tehát röviden ennyit a felvezetésként, és akkor átadom a szót Ángyál Józsefnek. Tisztelt és szeretettel köszönjük a kedves anyáinkat, köszönöm, hogy eljöttek és hírt visznek a mai sajtótájékoztatónkról. Talán a lemondásomban kezdem, aztán a törvény maga egyfajta magyarázat is lesz arra, hogy miért így történt a dolog. Egy egészen rövid kis áttekintést, hogy jutottam idáig, hogy kénytelen voltam a földtörvény elfogadásokat kilépni a Fidesz frakciójára. Amikor mi megállapodtunk a miniszterelnök úrral, mi abban állapodtunk meg, hogy egy néppárti mindig stratégiát fogunk megvalósítani, egy gyökeres fordulatot hajtunk végre. Visszaszerezzük az államot, tudnék az volt a benyomásunk, és ezt a nép is így látta, hogy a közösségek államát, minthogyha a tőfej érdekek elkerülték volna. Tehát abban állapodtunk meg, hogy ebben a birkózásban, ebben a két pártiságban, ahol az egyik oldalon a tőke érdekek állnak, a másik oldalon a közösségek, a családok, a helyi közösségek, a nemzet érdekei állnak, ebben a birkózásban az állam, a közösségek állama átállt a túloldalra. Az egyik legfontosabb megállapodás közöttünk az volt, hogy visszaszerezzük a közösségek államát és visszaállítjuk a közösségek oldalára. A költségvetésével, a törvényhozásával, az intézményeivel együtt közösségre szolgálja. Én ezzel a hittel fogadtam el a miniszterelnök úr fölkérését, gyakori pártelnök úr fölkérését, és egészen 2011 tavaszáig azt is gondoltam, hogy ebben az irányban haladunk, dolgoztunk a vidékstratégián. Az első jelek, és egy-két ilyen jelet szeretnék elmondani most, talán erről még nem nagyon beszélt. Miatt elbizonytalanodtam először, aztán biztos voltam abban, hogy nem ez történik. Az első ilyen jel az volt, hogy a vidékstratégia nemzeti konzultációjának az elindítását nem sikerült miniszterelnök úrral megvalósítani, nem sikerült valahogy időpontot találni erre. Tehát úgy kellett elindítsuk az erről folyó nemzeti konzultációt, hogy a miniszterelnök úr jött el. Ez gyanús volt egyelőre csak. Azután a 2011 nyara már komolyabb kételyeket vetett föl,
föld bérleti szerződések, földbérleti pályázatok ügye, az azzal kapcsolatos előterjesztés azt mutatta, hogy valami egészen más történik. Innentől már elkezdtem belülről csatározni, harcolni. Kifelé nem látványosan, hogy ne ez történjen. Világos volt, hogy itt nagy tőke érdekeltek akarnak a földhöz hozzájuk az állami földhöz is, és aztán később majd a törvénynél látjuk a magánforgalmi földekhez is. Bizonyos korlátozásokat sikerült ebben elérni, de végül is késő ősszel, 2011 őszén kiderült, hogy nem sikerült ezen jelentősen változtatni. Megvártam, amíg az első földbérleti pályázati eredmények megszületnek. Tudható volt, hogy nem a helyi családokhoz fog kerülni a föld, már pályáztatás alapján is. És így léptem ki a kormányból, ajánlottam fel a lemondásomat 2012. januárjában. Februárban kiléptem, azzal a reménységgel, hogy a frakciót a politikai hátországba fordíthatok. Azt reméltem, hogy belülről elmagyarázom, hogy mivel körülöttem, akkor fordítható ez a szemléket. Ez volt a legfőbb szándékom. Minden információ, ami rendelkezésemre áll, az összes elemzést, a földbérleti pályázatok anyagait, az előkészített anyagok elemzését, mindent megküldtem mindenkinek a frakcióba. Nem információ. Az, ami miatt nem fordult meg ez a szekér, ezt nyugodtan mondhatom, a frakció felsőháza, a kormányzat minden fontos szereplője tudott pontosan mindenről, amit nekem kételjeket, amit bennem kételjeket vetettek föl. Sorban, ha megyünk, a Csográr-kamarai törvény elfogadása volt, ami súlyos trauma volt, miután lemondtam, mert hogy 12 óra alatt fogadta el a parlament ezt a fontos kerettörvényünket, reggel beterjesztve, este kész, és pont ellentétes volt azzal, amit mi gondoltunk, hogy alulból építkező kamarát fogunk, ez egy fölülről megszerveződött centralizált kamara. A kamarai választások az, ami súlyosan érintett engem, sorolom azokat a lépcsőfokokat, ahogy az ember odáig jut, hogy el kell hagyja azt a közösséget, akivel 8 éve jut. Ahol is ennek eredményeképpen, a törvény eredményeképpen valami elképesztő vezérkar alakult ki a kamarán, és pontosan jelzi a szándékokat. Két példát szeretnék mondani. Miközben mi kis és közepes gazdaságokról beszéltünk, családokról beszéltünk is az összefogásukról, a mezőgazdaságért felelős alelnöke az Agrárkamarának, akiért egyébként utólagosan az Agrárkamarai törvényt is módosították, ami elképesztő személyre szabott utólagos törvénymódosítás volt az Agrárkamarai törvénymódosítása. Aki a 80-as évek végén a Baracskai Rabgazdaságnak volt az MSZMP titkára. Ezt azért mondom, mert ma is az a benyomásom, hogy egy egységes hálózat van a háttérben, függetlenül attól, hogy ki hova tartozónak hallja magát, és a tőkei érdekek tartják össze ezt az egész politikai konstrukciót. A másik, aki egyébként később a mezőfalvi kombinátot negyed magával elprivatizálta, 2001, a piszkos 12-től szokták mondani egyikeként, majd eladta egy németnek, csak a helyzetet szeretném bemutatni, hogy mi zajlik itt körülöttük, eladta egy német érdekeltségnek, és utána a németnek a vezérigazgatója maradt az illető, akinek egyébként már 30 ezer hektárja van, így ugyanúgy Magyarország. Egy német tőke érdekeltség. Ennek a vezérigazgatója, a korábbi Baracskai MSZMP titkár, ma az Agrárkamara mezőgazdaságért felelős alelnök. Kell ennél többet mondanom a viszonyainkról, és arról, hogy itt rendszerváltás nem volt, itt a tőkeérdekek mentén egy átalakulás zajlik ebben az országban. Tehát ez egy nagyon súlyos trombóra. A következő ilyen az alaptörvény módosítása volt. Amikor is ahelyett, hogy a családok kerültek volna be, ez a harmadik módosítás, az alaptörvény harmadik módosítása decemberben, amikor ahelyett, hogy a családok és az ő összefogásuk került volna be, mint alapérték az alaptörvényünkbe, ehelyett az integrált mezőgazdasági termelés szervezés került be, ami a szövetkezés helyett, ahol visszahoztunk, és ezt tartja meg a családokat, Nyugat-Európa így működik egyébként, 50-100 hektár között van a méret, és a szövetkezés révén akkor a méreteket érnek el, hogy versenyképes esetben. Ehelyett
integrátorokat szándékozik a társaság rátelepíteni a mezőgazdaságra, ahogy amennyit sikerült megtudni régiónként egy nagy tőke érdekeltség alá vegyülve az egész mezőgazdaságot, a vetőmagtól az áruértékesítésen keresztül minden, monopól helyzetben, koncesszióba adván meg, akár 50 évre, gondolom, leírva nincs. És ezt újabban a miniszterelnök úgy mondja, hogy ezek mind a gazdaságok lesznek. Ez azért súlyos, mert ezeket kiveszi a földtörvény szabályozása alól is, és gyakorlatilag nem tudjuk, hogy milyen térmértékben szerezhetnek földet. Ezekre az integrátorokra még csak ez a minimális korlátozásnak vonatkozik, ami földtörvényben van. És nem sikerült ezen változtatni. A negyedik módosítás során sem sikerült. Ez az integrátor közösségi termelés szervezése masszívan tartja magát. Valószínűleg ezek a tőke érdekeltségek ezt ultimátum szerint szabták a kormány számára. És végül a földtörvény, a földforgalmi törvény, ami én magam és magamnak is egyfajta vízválasztónak szántam, amelyben a retorikával szemben nincs felső korlátja birtokméretnek, szeretném nagyon határozottan mondani, miért nincs. Azért nincs, mert bár 1200, illetve 1800 hektárban formálisan a törvény limitálja az egy kézben tartható birtokot, de a családi összeszámítás kimaradt, és látom a földbérleteknél is, hogy nagypapa, nagymama, papamama, gyerekek, mindenki földműves lesz, mert mi kell ahhoz? 3 évig ott kell gazdálkodjon, ott volt a gazdaságban, és azt kell, hogy helyben lakjon. Ennyi kritérium van. Vagy ha nem lakott, nem gazdálkodott 3 évig, és ez a külföldnek szól, akkor megteheti azt is, hogy új gazdálkodóként lép be, és akkor egy végzettség kell csak hozzá. Tehát hoz egy papírt arra, hogy neki agrár végzettsége van, és ezzel kiváltható akár a 3 évi előzetes gazdálkodási kritériuma is a földtörvénynek. Nos, ilyen körülmények közt akárhányszor 1200-1800 hektár lehet egy birtok, ami egy család kezében van, vagy egy érdekeltség kezében van. Ez eredetileg bent volt a törvényben, ezt törölték, kivették, és nem sikerült visszatetni. A másik borzasztóan veszélyes szám, ez a hitelintézetek térmérték nélküli földhöz jutása, nem tudom, mennyire ismerik. A bankoknál semmiféle térmérték nincs, tehát mondjuk jelzálogot tesz a földre, hitelezi az adott gazdaságot, ha bedől. Látjuk egyébként a lakáshitelezést, ugyanezt csinálták a bankok, pontosan ezt fog történni. Poton pénzért számítja be, vagy poton áron számítja be a hitel fejében a földet, féláron, negyedáron elviszi a megélhetését a családnak, és utána egy évben belül ugyan értékesítenie kell, de akkor már piaci áron fogja értékesíteni. Elképesztő extra profit ígérete a bankoknak, a hitelező intézeteknek. Itt ugyanez fog történni. Különösen ismerve a családok állapotát, a kivéreztetettségét, az anyagi állapotát, azt hiszem, hogy ez egy ugyancsak egy nagyon súlyos jel. Nem változtat a birtok struktúrán. Először is a jelenleg érvényes bérleti szerződéseket nem érint. 15-20 évre ott van a nagy tőkés társaságnál a földnek az eme. Ők bérlik. Ezek hátra dőlnek és nem is foglalkoznak a földtörvényben, nem érinti őket. Sőt, a törvénybe beíratták, hogy ezeknek a bérlőknek, a mostani bérlőknek előbérleti joga van, és majd a vásárlásnál elővásárlási joga van. Miről beszélünk? Hol vannak itt a család? A helyi földbizottságot még hagyhozzam ide, a csúsztatás az egész. A helyi földbizottságban helyi földhasználók vannak, nem helyben gazdálkodó családok. Tessék el valamit a szöveget. A helyi földhasználók meg a csányik, a lejszkintérek meg a nyergesek. És az ő cégeik, és az ő képviselők. Ezeket nevezzük helyi földbizottságoknak. Milyen döntést fognak hozni vajon a helyben lakó családok? Csúsztatás, hazugság, hogy ezek a földbizottságokra helyekből jönnek létre. Ezek a földbizottságok, ráadásul, ha még a családokból is jönnek létre, a bérletre nem tudnak, bérletre nincsenek hatással. A földbérletek és a bérleti viszonyok határozzák ma meg a struktúrát. Tehát semmiféle bejelentési kötelezettség sincs a földbizottság felé, hogyha földbérletről van szó. Tehát nincs hatásuk a külterületi földhasználatára. Azt hiszem, ezek körülbelül elégségesek ahhoz, de sok több mindent még a későbbiekben szívesen elmondok, és a kérdésen szívesen részletekben beszélünk, amelyek igazolják azt, hogy
Ez nem arról szól, hanem a néppárti és a közösség állam visszaszerzéséről, mint amiben megállapodtunk, és jól elismerettel ez vállalkoztam. És mintán sikertelen voltam azzal, hogy erre rádöbbentsem az én néppárti kormányomat és frakcióit, ezért úgy tartom tisztességesnek, hogy nem vállalok közösséget többet ezzel a társasággal, és ami egészen mást kell elkezdenünk ebben az országban, hogyha meg akarjuk.